Szeretném átadni a szót Wildman János úrnak, aki az állam világnézeti semlegességének a feladásáról fog beszélni, és közben, ugye csepegtetve a szolgálati közleményeket, szeretném megköszönni a Nyílt Társadalom Archívumnak, hogy a konferenciánknak helyet adott, és külön szeretném megköszönni azoknak a kollégáknak a segítségét, akik a konferencia működésében, a hang- és képfelvétel elkészítésében a segítségünkre vannak. Köszönöm szépen. Öné a szó. Köszönöm. Tisztelt elnök úr, tisztelt jelenlévők! Én nem vagyok szisztematikus teológus, tehát ez a rendszerezettség, ami Orosz Gábor Viktornak az előadásából elhangzott, ez nem lesz rám jellemző, és nem vagyok jogász sem, tehát a jogi aspektust is mellőzöm. Én a joggal kétszer kerültem kapcsolatba, egyszer közgazdász hallgatóként, másodszor pedig a teológián. Aki ismeri Pécset, az tudja, hogy a közgazdasági egyetem, ahol én tanultam, arra merőlegesen helyezkedik el a jogi kar. Arra megint merőlegesen, tehát lépőzetesen, legalábbis annak idején, az orvost a hallgatók lány kollégiuma. És arra megint merőlegesen, tehát a lépcsőnek már a negyedik szára volt a rendőrség. Most el tudják képzelni, hogy ezelőtt x évtizeddel a titkos rendőrség és Marx Károly között találkozva az orvost a hallgató lányokkal, engem minden érdekel, de a jog nem. Ezért van az, hogy a jogi aspektus valahogy csak később került elő, holott az értékét nem tagadom, de engedjék meg, hogy én másról beszéljek. Mégpedig arról, hogy hogyan és hol lehet felfedezni az állam világnézeti semlegességének feladásának egyházpolitikai megalapozását. 2002-ben az Orbán kormány hivatal idejének vége felé jelent meg egy könyv, amelynek ez a címe Egyházok a vonatkozó hatályos jogszabályok gyűjteménye 2002. Ezt a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Egyházi Kapcsolatok Főosztálya rendezte sajtó alá. Csak azért nem hoztam magammal, mert fél kiló, és Pécsről idehozni az annyi, mintha az ember egy kilométeren keresztül cipelne 50 kilót, tehát nem akartam elhozni, de higgyék el, hogy megjelent. A kötethez Balogh Zoltán, miniszterelnök főtanácsadója, és Semjén Zsolt, az egyházi kapcsolatok helyettes államtitkára írtak bevezetőt. Ez a mindössze két oldalas előszó a Magyar Modell címet viseli. Ebben a két teológus az általuk elképzelt egyházpolitika főbb jellemzőit fogalmazták meg. Eszmefuttatásuk az elmúlt 12 évben, legalábbis ahogy én látom, kevés figyelmet kapott, a szocialista liberális kormányok pedig nem is tulajdonította jelentőséget ennek a fejezetnek. Vele szemben alternatívát nem fogadtak meg, én voltam kormánytanácsadó 2004 és 2006 között, mi is egy hasonló című dokumentumot fogalmaztunk meg, tehát Szabad Egyház a Szabad Államban, a kormány úgy tudom nem is tárgyalta. Sőt, ezek a kormányok az eredeti magyar modellt, tehát az Orbán, illetve Balogh Semjéni modellt tekintették indulási pontnak, mint egy adottságnak, és maguk is igyekeztek megfelelni az abban megfogalmazott elvárásoknak. A következőkben szeretném ennek a modellnek a főbb jellemzőit ismertetni, majd néhány ponton reagálni ezekre. A kétoldalas dokumentum első mondatai szerint, ez az Orbáni Balogh Semjéni egyházpolitika célja, idézem, olyan egységes, összefüggő és történelmi távlatokra szóló modell kialakítása, amely egyfelől jóvá teszi az évtizedeken át tartó egyházüldöző bukott rendszer pusztításait, másfelől elkerüli azokat a zsákutcákat, amelyekbe néhány nyugati ország múlt századi szekularista mítoszoktól vezérelt egyházpolitikája jutott. Ennek az egyházpolitikának a bölcseleti megalapozása három tételen nyugszik. Az első annak felismerése, hogy az egyház sui generis valóság, következésképp az egyház nem az állami intézményrendszer valamely alrendszere, hanem az állammal egyenrangú valóság. Ezért az állam és egyház kapcsolatában nem fogadható el semmifajta alá vagy fölérendeltség, csak a legszigorúbb mellérendeltség. Ez mind idézet.
A második állításunk, hogy az egyház és állam elválasztása nem jelentheti az egyház és társadalom szétválasztását. Ezért a harmonikus együttműködés a járható út. Harmadik, fundamentális tételünk, hogy teljességében akarjuk elismerni az egyházak szolgálatát. Teljességében, tehát mind szakrális valóságában, mind pedig közfeladatot átvállaló intézményrendszere tekintetében. Az előbbi, tehát a szakrális valóság a szerzők szerint a vallásszabadság teljes körű biztosítását jelenti, míg az utóbbi, tehát a közfeladatok pedig azt, hogy az állam nem mondhatja, hogy biztosítja a vallásszabadságot, de nem finanszírozza a közfeladatok átvállalását. Eddig az elméleti alapvetés. Ez alapján nem mondhatjuk azt, hogy ez ellent mondana az állam világzati semlegessége követelményének, hiszen annak elvileg épp úgy megfelel egy francia típusú szekuláris modell, mint mondjuk egy germán típusú állam és egyház közötti világosan szabályozott együttműködési rendszer. A kérdés ezek után nem is ez, hanem inkább az, hogy hogyan képzeli Balogh Zoltán és Semjén Zsolt ennek a magyar modellnek a gyakorlati megvalósítását. Azt írják, hogy a gyakorlati megvalósítás szintén három pilléren nyugszik. Az első a korábbi diszkriminációk megszüntetése, az egyenlő finanszírozás minden területen való biztosítása. Ide tartozik a hitoktatás is, amelyet az állam ugyanúgy finanszíroz, mint bármely más fakultatív tárgyat. Talán emlékeznek még ennek a történeti hátterére, arról volt szó, hogy vitatárgyát képezte annak idején a Horn kormány és az egyházak, főleg a katolikus egyház között az a tény, hogy ki finanszírozza a hitoktatást. A vatikáni megállapodás alapján a Horn kormány azt mondta, hogy az egyházaknak felajánlható 1% a hitélet támogatására szolgál. A hitéletbe pedig beletartozik a hitoktatás is. Ezzel szemben a püspökök azt mondták, hogy az nem tartozik oda, ez egy külön tétel, külön kell erről tárgyalni, és külön kell finanszírozni. A 2002-es választások előtt Orbán Viktor megígérte, hogy amennyiben, illetve bocsánat, a 98-as választások előtt megígérte, hogy amennyiben a Fidesz kerül hatalomra, akkor az állam a hitoktatást pluszban finanszírozza az egyházaknak. Zárójelbe zárva. Az egyenlő finanszírozás másik gyakorlati követelménye, hogyha az egyház közfeladatot vállal át, akkor ugyanannak a közfeladatnak, idézet, ellátására fillére ugyanazt a költségvetési támogatást kapja, mint a hasonló feladatot ellátó állami vagy önkormányzati intézmény. Hiszen a vallásos emberek ugyanolyan adófizető polgárok, mint bárki más, ugyanúgy az ő adójukból is tartatik fenn az összes elgondolható állami és önkormányzati intézmény. Eddig az idézet. Ez azonban nem általános alapelv, nem vonatkozik például az alapítványi fenntartókra. A szerzőpáros leszögezi, hogy az alapítványi intézmények esetén ilyen kötelezettsége nincs az államnak, hiszen egyfajta fogyasztói igény kielégítéséről van szó, melyet az azt igénybe venni kívánok megfizetnek, ezért itt az államnak csak részfizetési kötelezettsége van. Tehát ez volt az egyik pillér a gyakorlat egyházpolitikában. A másik nagy pillér a történelmi egyházakkal kötött szerződések. A szerzők szerint az előző kormány nagyon helyesen megkötötte a vatikáni megállapodást, azonban azt egyfelől nem tartotta be, másfelől pedig nem kötött hasonló szerződést a többi történelmi egyházzal. Ezeket a hiányosságokat orvosolta az úgynevezett polgári kormány. Az egyházakkal kötött szerződések rendezik az egyházaknak járó örökjáradék mértékét és annak évről évre történő valorizációját, és az egyházak jogát ahhoz, hogy minden állampolgár szabadon átutalhassa személyi jövedelemadójának 1%-át. Ehhez kapcsolódva törvényileg biztosítottuk, írják, hogy az említett befizetéseket az össz személyi jövedelemadó 0,8%-áig az állam kiegészíti, mégpedig, emlékeznek rá, a népszámlálási tények alapján. Ez volt a terv 2002-ben. A harmadik pillér, az ingatlan rendezés,
A kormányhatározatokkal jogi értelemben minden egyház, minden ingatlan ügyét lezártuk, írja a szerzőpáros, ezért ezekkel nem is akarok foglalkozni. A szöveg egy későbbi helyén kerül szóba, az egyház finanszírozásnak egy akkor bevezetett új formája, akkor alatt értem, hogy a választások előtt bevezetett új formája, mégpedig a magyar kormány jövedelemkiegészítést biztosít a történelmi egyháza kistelepülésen élő szolgálattevőinek. A kifizetések az egyház szabadságának és autonómiájának megfelelően az adott egyházak központi szervein keresztül történik. Végül megjegyzik, hogy egy célkütűzést az első Orbán kormánynak nem sikerült megvalósítani. Idézet, az egyház alapítások szigorítása terén nem tudtuk a kormányprogramban kitűzött célt megvalósítani, noha a végsőkig kompromisszunk kész törvényjavaslatunkat vallásszociológusok és alkotmányjogászok bevonásával elkészítettük. Azonban a törvény módosításához szükséges kétharmados többséggel ebben a ciklusban a polgári kormány nem rendelkezett, így ennek megvalósítása a következő parlamenti ciklusra vár. Szeretnék leszögezni, hogy a módosítás célja nem a vallásszabadság korlátozása, hanem éppen a vallásszabadság biztosítása a különböző visszaélésekkel szemben. Első olvasatra úgy tűnik, hogy még ezek a gyakorlati szempontok is megfelelnek az állam világnézeti semlegessége követelményének. Az esetleges diszkriminációk megszüntetése, az egyenlő finanszírozásra való törekvés egyenesen következik is ebből az elvből. Ha azonban egy pillantást vetünk az akkori és későbbi egyházfinanszírozásra, akkor kétségek merülnek fel a gyakorlat tisztaságát illetően. Tucatnyi támogatási forma létezett ugyanis egymás mellett, amelyek részben egymástól függetlenül különböző tárcáknál működtek. És még a pénzügyminisztérium arra illetékes munkatársai sem tudták pontosan megmondani, hogy milyen jogcíme, melyik minisztériumban mennyi kifizetés történik. Tudnék itt egy hatalmas listát hozni részben az egyházi alapintézmény támogatásról, az ingatlanos támogatásokról, engedjenek meg egyetlen egyet, amelyek a közszolgálati hozzájárulással kapcsolatosak. Itt a következő jogcímek voltak például. Egyházi közgyűjtemények fenntartása, egyházi közoktatási normatíva, egyházi közoktatási kiegészítő támogatás, egyházi oktatási intézmény felújítás és beruházás, egyházi felsőoktatás hitéleti képzés, egyházi hallgatói létszám képzési többlete, egyházi felsőoktatási beruházás, egyházi szociális normatíva, egyházi szociális kiegészítő támogatás, egyházi szociális intézmény támogatás, földgázkompenzáció, foglalkoztatottak illetményemelése és így tovább. Tehát látják, hogy egy meglehetősen átláthatatlan rendszerről van szó, amely szabad teret enged az állami befolyásolhatóságnak, ha szabad, akkor néha a büntetésnek, néha a jutalmazásnak, attól függően, hogy az illető egyház miképpen szerepel az állam előtt. Figyelemre méltó a dokumentumban, tehát a kétoldalas dokumentumban, az alapítványi fenntartók nem teljes körű állami támogatására vonatkozó megjegyzés. Mivel ők csak, mint mondtam, bizonyos fogyasztói igényeket elégítenek ki. Igazából ez nem tartozna a dokumentumba, mégis üzenete van. Ugyanis ebből az következik, hogyha egyes valamiért nem kívánatos egyházak finanszírozását meg szeretné szüntetni a kormány, vagy éppen politikai lojalitásra akarja bírni őket, akkor ennek egyik módja az egyházi státusz megvonása, vagy módosítása, esetleg az ezzel való fenyegetés. Nem bevett egyházként, legalábbis így fogalmaz ugye a 2011/206-os törvény, ugyanis veszélybe kerül intézményeik állami támogatása, tehát a bevett egyháznak, ezáltal pedig maguk az intézmények is állami támogatás hiány. Mindezt úgy, hogy közben látszólag nem sérül a vallásszabadság elve. Pontosan ez a forgatókönyv valósult meg a 2011 évi 206-os törvény esetén. Tudtommal senkinek nem szúrt szemet, vagy legalábbis nem tette szóvá, hogy az egyházaknak felajánlható 1% a jövedelemadó 1%-a, illetve ennek állami kiegészítése kapcsán
a balok semmilyeni koncepció összszemélyi jövedelemadóról beszélt, holott a vatikáni megállapodásban az alacsonyabb, progresszív SZIA szerepelt. Vagyis az első Orbán kormány a vatikáni megállapodás betűjével és szellemével ellentétben a történelmi egyházak javára csempészte be a költségvetési törvénybe az összszemélyi kifejezést. A történelmi egyház kifejezés egyébként a két teológus tézeseinek mint egy refrénje, újra és újra visszatér. A szerzők ugyanis semmi kétséget nem hagynak afelől, hogy szemük előtt ezek az egyházak lebegnek, amikor egyházpolitikájukat megfogalmazzák. Társadalmi és politikai kényszerűségek természetesen léteznek. Másokat is be kell venni adott esetben, hogyha a társadalomban erre igény van. De ez a lényegen nem változtat. Az egyház alapítások, illetve egyházként való elismerés feltételének szigorítása a szerzők szerint a visszaélések kiszűrése miatt szükséges. Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy komolyabb kísérlet nem is történt a visszaéléseknek a fölfedésére, sem az Orbán kabinet, sem pedig a szocialista liberális kormányok idején. Sőt, itt ül két egyházügyi államtitkár, az egyházügyi államtitkárság nem egyszer igyekezett elleplezni a visszaélésekre utaló jeleket, sőt, feljelentéseket. Amikor pedig életbe lépett az egyházak elismerésével kapcsolatos szigorítás, tehát a 2011-es törvény, az a bevett egyházakkal szemben egyáltalán nem alkalmazott szigorúbb feltételeket, sőt, lazított például az állami és egyházi pénzek fölhasználásának és az erről való elszámolásnak és ellenőrzésének a feltételein. Lásd például a 296/2013-as kormányrendelet az egyházi jogi személyek beszámoló készítési és könyvezetési kötelezettségének sajátosságairól. Az egyházi biznisz nem tűnt el, ez csupán a bevett egyházak privilégiuma maradt. Végül egyházpolitikai alapvetésüket Balogh Zoltán és Semmién Zsolt történelmi és teológiai összefüggésekbe helyezik. Ezt írják. A magyar egyházpolitikai modell szellemi értelemben hűséges Szent István királyunk örökségéhez, melynek tanulsága, ami jó az egyháznak, az jó az országnak, és ami jó az országnak, az jó az egyháznak. A magyar egyházpolitikai modell ebből kifolyólag nem egyéb, mondom már én, mint a keresztény államiság és a politikai kereszténység egy sajátos keveréke. Történelmileg és teológiailag mindkettő fölött eljárt az idő. Mégis úgy tűnik, Magyarországon sokan azonosulnak vele. Az állam semlegessége ebben a rendszerben formális jogi deklaráció csupán, ami gyakorlatban csak korlátozott módon érvényesül. Egy modern, alkotmányos demokráciára épülő társadalomban olyan modellre van szükség, amelynek alapelvei, mint a Szabad Egyház a Szabad Államban című vitairatban olvashatók. Nagy kérdés azonban, legalábbis szerintem, hogy ezek az alapelvek mikor válnak a társadalom többsége számára egy identifikációs értékrendszer alapvető elemeié. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Wildman János előadását, és egy megjegyzést nem tudok megállni. Ugye, ha tartalmilag jól interpretálom az előadás egyik alapvető gondolatát, akkor Wildman János álláspontja az, hogy a pénzzel, jogállással, privilégiumokkal, kedvezményekkel szerzett állami befolyás, és az állam és az egyházak ilyen típusú összefonódása felett eljárt az idő, és hogyha én deákkal kezdtem ezt a konferencia megnyitót, akkor ugye nem lehet megállni, hogy ne utaljak megint deákra, aki az európai és az amerikai egyházak alkotmányos helyzetének a értékelésében, ugye egyfelől azt mondja, hogy hát nagyon erős ellenszenvvel és elutasítással beszél az ellen, az államegyház modell ellen, amelyben az egyik államban a katolikus, a másikban az ortodox, a harmadikban az evangélikus egyház privilégiumokat szerez a többi egyházak rovására,
magyarázatként az egyházak kultúra és civilizációs fejlesztő korábbi tevékenységét hozza fel, és hát leplezetlen rokonszemvel beszél arról az amerikai modellről, amely szerinte annak következtében jött létre, hogy az amerikai telepesek jelentős részben az európai egyházüldözések elől menekültek az Egyesült Államokba, és amely modell az állam és az egyház hát szigorú szeparációját eredményezi, hozzátéve, hogy természetesen ez távlati cél, az akkori időszakban az elérésre esély nem volt. De ha azt mondjuk, hogy vissza, vagy azt mondtam, hogy vissza Deákhoz, akkor talán ezt a gondolatot is érdemes megemlíteni.